Karcag Városi Önkormányzat képviselő testületének a tagjai délelőtt adták le szavazataikat. Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor fölügyi kormánybiztos, korábbi fölművelésügyi minisztert. A mai nap folyamán kerül sor itt Karcagon időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez Karcag életében, és miért fontos az, hogy az emberek elmenjenek és szavazzanak? A kunság mindig az önkormányzatiságra épült, és Karcag is büszke volt önkormányzati hagyományaira, és ma is büszkék vagyunk arra, hogy olyan saját helyhatósággal rendelkezünk, amely az élet legkülönbözőbb dolgaiban is képvisel bennünket, eljár az ügyeinkben, amely a város fejlesztésében elkötelezett. Sajnálatos veszteség, Dobos László polgármester úrnak elhunyta miatt van most időközi választás. Én bízom abban, hogy bár általában az időköziken a részvétel alacsony, Karcag ebben is példát mutat az országnak, és sokan fognak eljönni szavazni, választani. Bízom benne, hogy Szepesi Tibor, a Fidesz KDNP jelöltje fogja majd a szavazatok döntő többségét megszerezni, és abban a körzetben is, amit polgármester úr Dobos László a korábbi időszakban teendői mellett egyéni választókerületként is vitt, szintén bízunk abban, hogy sokan jönnek el szavazni, és Pintér Zoltán doktort fogják támogatni, a gimnáziumnak a tanárát, aki abban a körzetben él, aki fölvállalja az ott élők gondját. Én arra számítok, hogy bár a részvétel lehet, hogy nem lesz olyan magas, mint általában lenni szokott, de mégis országosan is a időközikhez képest Karcag egy jelentős érdeklődést tud majd felmutatni. Üdvözlöm Megkovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A mai napon kerül sor Karcagon az önkormányzati időközi választása. Miért fontos ez a település és a térség életében? Egy város, egy nagy tradícióval rendelkező város nem maradhat vezető polgármester nélkül. Az elhunyt Dobos László után új vezetőt kell választani, és én azt gondolom, hogy Szepesi Tibor az egész város bizalmából már ma este polgármester lehet, és folytatódik az a munka, amit már itt Karcagon több mint 30 éve elkezdtünk. Az ötös számú egyéni választókerületben is szavazásra kerül a mai napon sor. Miért fontos ez? Fontos az, hogy mind a 8 egyéni választókerületnek képviselője legyen, hogy a városrész problémáit meg tudja oldani a képviselő. Én azt gondolom, hogy dr. Pintér Zoltán személyében egy kitűnő tudós tanárt indítunk ebbe a körzetbe, és jól fogja végezni azt a munkát, amit a választók, amit a karcagiak elvárnak tőle. Üdvözlöm dr. Kanászány László képviselő urat, ma kerül sor Karcagon az időközi választásokra. Miért fontos ez a településünk életében, és miért menjenek az emberek el szavazni? Mindenképpen egy hosszú folyamat folytatását várjuk ettől a szavazástól, hiszen városunkban a Fidesz-KDNP által vezetett városvezetés az már 30 éve működik. Ugye szomorú esemény után kellett most újra polgármestert választani, és az ötös számú választókerületben képviselőt választani. De mindeddig töretlen volt ez a lendület a jobboldali, nemzeti elvű kormányzás és politizálásnak a hagyományét kellene továbbvinni a városban. Erre minden esélyünk megvan, de nagyon fontos a részvétel, tehát nagyon kérek mindenkit, aki úgy érzi, hogy a város jövője ugyanezen az úton kell, hogy haladjon, mindenképpen menjen el szavazni. Üdvözlöm Gyurcsak János alpolgármester urat, mai napon kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választása. Miért fontos ez a településünk életében, és miért fontos, hogy a lakók elmérnek szavazni? Sajnálatos módon egy korszak lezárult a város életében Dobos László polgármester a halálával, és a mai napon kezdődik egy új korszak. És ez a új korszak nagyon fontos, hogy folytatása legyen a régi korszaknak, lehetőleg ugyanaz a eszmevilággal, ugyanilyen elhivatott embereknek a vezetésével. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmenjen mindenki szavazni, és a szavazatát Szepesi Tibor polgármester jelölt úrra adja le, és nyilván ötös számú választókörzetben viszont Pintér Zoltán képviselő jelölt úrra. Üdvözlöm Karcagi Nagy Zoltánt, önkormányzati képviselőt, ma kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a választás a város életében?
Természetesen azért fontos, hogy a városnak a vezetése továbbra is egységes maradjon. A város fejlődése töretlen lehet ezáltal. Ha már ilyen sajnálatos esemény történt a városunkban, akkor én úgy érzem, hogy mindenkinek kötelessége, meg joga is természetesen eljönni és szavazni arra a jelöltre, akit választ. Én megmondom őszintén, hogy Szepesi Tibor polgármester jelölt urat támogatom a Fidesz-KDNP színeiben. Egyéni választókerületben is választás történik az ötösben. Ott miért fontos, hogy a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjére szavazzanak a lakók? Én úgy gondolom, hogy hasonló okok miatt, amit az előbb elmondtam, ott egy kicsit más az összetétele az indulóknak, szélesebb a skála, de ettől függetlenül dr. Pintér Zoltán Árpádnak, a jelölt úrnak a sikerére szavazunk. Már ahol kell szavazni, ugye természetesen csak az ötös körzetbe, és reméljük, hogy a választók is úgy gondolják, hogy ő alkalmas lesz és méltó lesz a megválasztásra. Üdvözlöm Molnár Pár képviselő urat, a mai napon kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a városnak, és miért menjenek le az emberek szavazni? De azért nagyon fontos, mert a város több évtizede megkezdett egy munkát, megkezdett a város politikai vezetése egy olyan emelkedést a város életében, színvonalában, mint pedig a beruházásokban, amelyet úgy érzem mindenféleképpen folytatni kell. És ezt folytatni egyedül csak a Fidesz polgári pártnak a jelöltje tudja. Nem csak polgármestert választunk, hanem ugye az ötös szám egyéni választókerületben képviselőjelöltet is, ez is egy lényeges a város életében most. Nagyon lényeges, ugyanis Dobos László személyében egy nagyon jó képviselője volt a körzetnek, minden baját, problémáját fölvállalta és megoldotta. Dr. Pintér Zoltán személyébe találtunk egy olyan szemét, aki méltón tudja követni Dobos László megkezdett munkáját. Üdvözlöm Nagyné László Erzsébetet, a mai napon kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a település életében, miért menjenek el a polgárok szavazni? Hát én is üdvözlöm a televíziónézőket, nagyon köszönöm a kérdést, nagyon fontos a mai napi választás, de sajnálatos esemény kapcsán, Dobos László polgármester úr elhalálozása kapcsán került sor a mai napon a időközi választásra. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szepesi Tibor évtizedek óta dolgozik a városért, ismeri a város lakóit, a lakóközösségeit, az igényeit, a még teljesítendő feladatokat, amelyek ugye folyamatosan vannak, és ezért én is őt támogatom, és javaslom mindenkinek, hogy menjen el szavazni, hogy működőképes városunk legyen, és fejlődőképes a továbbiakban is. Az ötös számú szavazókörben pedig indulóként dr. Pintér Zoltán képviselőtársam jelölt, képviselőtárs jelöltemre javaslom, hogy szavazzon mindenki. Ő egy fiatal ember, 10 éve munkálkodik már a karcagi református gimnáziumban, vagy régi nevén Gábor Áron gimnáziumban. Sok-sok karcagi fiatalnak adott tudást a továbbtanuláshoz, és egyáltalán Karcag története és a város vonzás ereje mindig is érdekelte. Erről több könyvet írt már, több folyóiratban jelentek meg publikációi. Úgy gondolom, hogy ő is egészen gyermekkora óta a városért él, és a körzetben is nagyon fontos feladatokat tud továbbvinni, és fel fog nőni, biztos vagyok benne ahhoz a feladathoz, ami így fiatal emberként előtte áll, és a körzetét tudja képviselni. Kérek mindenkit, hogy jöjjön el szavazni, és szavazzon a Fidesz-KDNP jelöltjeire a körzetben, dr. Pintér Zoltánra, polgármester jelöltként pedig Szepesi Tibor barátomra. Üdvözlöm Pánti Ildikó önkormányzati képviselőt. Mai napon kerül sor az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a településünk életébe, és hogy az emberek elmenjenek szavazni? Én is köszöntöm szeretettel a televízió nézőit. Azt hiszem, egy olyan nagy fontosságú közös feladatunkról van szó a város lakossága részére, valamennyi választókerületben mindannyiunknak, amely sajátos módon most adódott, és fontosnak tartjuk valamennyien, úgy érzem, ezt a mai napot, a választás napját, hiszen fontos a város életében, hogy a városnak polgármestere legyen. És ebből adódóan adódik most ez az alkalom,
és így azt hiszem, mindannyian kötelességünknek tartjuk, hogy a választáson részt vegyünk. Polgármestert választunk, ahogyan szó esetről is az 5-ös számú egyéni választókerületben is választunk képviselőt. Igen, úgy adódik a lehetőség, hogy a polgármester választáson túl egyéni választókerületnek is a képviselője, és az is nagyon fontos, hogy méltó személy kerüljön a választókerület élére, olyan ember, aki a közösséget képviselni tudja. És én úgy érzem, hogy bizonyára a választók megtalálják a méltó embert a jelöltek között. Üdvözlöm Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Ma kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a településünk életében, és miért menjenek el az emberek szavazni? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb mozzanat egy település életében az, amikor megválasztják azokat az embereket, akik a település sorsát, jövőjét, jelenét meghatározzák, és sokat tudnak tenni érte. Ez egy ilyen pillanat. Sajnálatosan Dobos László polgármester halála után erre a lépésre kényszerültünk, és én úgy gondolom, hogy az emlékének is tisztelegni kell azzal, hogy az ő eredményeit, az ő elképzeléseit, munkáját tovább folytatva méltó utódot tudjunk választani, és Karcagnak méltó rátermett jó polgármester legyen, hiszen Dobos László polgármester úr nekünk jó polgármesterünk volt. Én bízom abban, hogy ezen a napon szintén egy jó polgármestert választunk, Sztepesi Tibor polgármester úr jelölt személyében, és én abban is bízom, hogy az 5-ös választókerületnek továbbra is nagyon jó képviselője lesz, hiszen tovább tud fejlődni a kerületünk, és én úgy gondolom, hogy dr. Pintér Zoltán ilyen képviselőjelöltünk. Én biztatok mindenkit arra, hogy bármi is a véleménye, de jöjjön el szavazni, és szavazzon, hiszen ilyenkor tudja a X-el, a plusz jellel meghatározni azt, hogy merre fog irányulni, illetve merre fog fordulni a kerülete és a városnak a sorsa. Mindenkinek a véleményére szükség van, én mindenkit biztatok arra, hogy aki eddig nem tette meg, az jöjjön, szavasszon és nyilvánítson véleményt.